helyettes asszony, miért érdemes a tovább tanuló középiskolásoknak az Eszterházy Károly Főiskolát választaniuk? Az Eszterházy Károly Főiskola, bár a nevében még főiskola, de ott van a legnagyobb egyetemek nyomában. Ez azt jelenti, hogy a mesterképzéseinket tekintve a 8. helyen állunk, 34 egyetemi szintű mesterképzést folytatunk, mind disziplináris, mind osztatlan tanári képzésben, és hát a mesterszakjaink száma is több mint 30. Mindemellett a gazdag képzési kínálatunkon túlmenően az Eszterházy Károly Főiskola egy igazi hallgatócentrikus főiskola, rendkívül jól működik a hallgatói szolgáltató centrum, a hallgatói önkormányzat, a hallgatóink demokratikus döntéshozatalban vesznek részt nálunk. Erre külön is felhívta a megnyitó beszédében, üdvözlő beszédében a figyelmet, hogy hallgatócentrikus. Jelenti-e azt ez a megfogalmazás, hogy más az oktatók és a hallgatók viszonya esetleg, mint máshol? Személy szerint is biztosíthatom ezt, hiszen korábbi tevékenységem alatt a földrajz tanszéket vezettem, a földrajz tanszék oktatója voltam, és olyan visszajelzéseim vannak, hogy a hallgatóink azért szeretnek itt tanulni nálunk, mert itt név szerint ismerik őket, itt foglalkozunk a problémáikkal, itt a legtöbb szakon egyéni tanári segítőt kapnak a diákjaink, felsőbb évesek segítik őket, és hát sok olyan rendezvényünk is van, ami gondolok itt a szakestekre, a szakhetekre, és hát a diákok által kedvelt hallgatói bulikra is, amelyek igazán összerázzák a diákjainkat, és jó közösségé formálják őket. Rektorhelyettes asszony felhívta a figyelmet a széles képzési kínálatra. Ha kellene, akkor mégis mely tudományterületekre hívná fel a figyelmet? Hát osztatlan tanárképzésben minden közismereti tanárszakon indítunk szakot. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy tanárképzés vonatkozásában mi vagyunk a fellegvár. Itt olyan szakmódszertanosaink segítik a tanárképzést, akik szakmódszertanból szereztek tudományos fokozatot, tehát a tanárképzés itt rendkívül jó szinten folyik. De több olyan disziplináris terület is van, amelynek segítségével ezt elvégzett diákjaink a régióba kikerülve állást szerezhetnek, ilyen például a turizmus vendéglátás szak, ilyen például a terület település fejlesztés szakirányjal működő geográfus BSC, illetve MSC szak, geográfus MSC-n például országosan egyedülálló szakirányokat indítottunk, erőforrás és környezeti kockázatelemző, geográfus, régiómenedzser, de a programtervező informatikus szakunk is rendkívül kedvelt, valamint a rekreáció. Tehát sok olyan terület van, ahol megtalálják az elvárásaikat a diákjaink. Ezen a nyílt napon a leendő hallgatóinkat pályaorientációs kérdéivel várjuk, amit hogyha kitöltenek, akkor egy e-mailt fognak kapni, amiben leírjuk, hogy az eredményeik alapján melyek azok a területek, amiket leginkább ajánlunk számukra. Nem csak a területeket fogják megkapni, hanem egy felsorolást, hogy az adott területhez melyik szak, ami leginkább illik. Nagyon könnyen lehet megkeresni utána a szakleírásokat, és ez sokat segít nekik abban, hogyha kicsit bizonytalanok, akkor biztosabban gondolják azt, hogy melyik szak, ami igazán nekik való. Milyen szakok érdekelnek a főiskolán? Hát engem a csecsemő és kisgyermeknevelői szak érdekel leginkább. Azért jöttem, hogy megnézzem, hogy itt mi van.
És hogy tetszenek az előadások? Gondolom voltál a tájékoztatón is. Hát a tájékoztatón igen voltam, és most lesz 11 órakor ez az előadás. Arra felmegyek, majd is kíváncsi vagyok rá. És miért pont az EKF? Hát, így közel is volt hozzánk, meg hallottam így jó híreket róla, meg interneten is érdeklődtem. Főként a magyar és a szabad bölcsész szakok érdekelnek. És miért pont ezek? Nagyon szeretem a humán tantárgyakat, nagyon szeretek olvasni, az irodalom, esztétika, ilyenek nagyon érdekelnek. Miért az EKF-re szeretnél jelentkezni? Gyakorló gimnáziumba járok, az EKF gyakorló gimnáziumába, és nagyon jó programok vannak, ott is, gondolom a... Igen, a főiskolás napokat is előszeretettel látogatjuk a barátaimmal, úgyhogy... És mi a legszimpatikusabb itt a főiskolán? Nagyon szeretem Egert is, ezért is nagyon jó ez a főiskola szerintem. Programtervező informatikus. És miért? Leginkább. Szeretem az informatikát, matekot is, de kettő összekapcsolódik úgy gondolom ebbe, ahogy így hallgattam eddigi bemutatókat róla. És hogy tetszik a főiskolának a moduláris képzése? Hát szerintem nagyon jó lehet. Voltak nálunk Tarjánban a suliban is egy előadást tartani. Tetszett, ahogy előadták a dolgokat, elmondták mi, hogy van. És csak a programtervező informatikusra gondolsz? Igen, igen, csak az érdekel, csak azt a szakot jelölöm meg majd. Osztályvezető úr, a továbbtanulóknak a választását nagymértékben befolyásolhatja az intézmény választásukat, hogy milyen speciális támogatási formákat kaphatnak az adott felsőoktatási intézménytől. Tudna ebben segítséget adni? Mit tud nyújtani az Eszterházy Károly Főiskola? Valóban így van, tehát meghatározó az, hogy ki mennyiért tanul a felsőoktatásban. Igyekszünk erre kiemelt figyelmet fordítani az Eszterházy Károly Főiskolán, és szándékosan használtam a kiemelt kifejezést, hiszen kiemelt támogatási programjaink, ösztöndíjrendszerünk van, amelyet a minket választóknak tudunk ajánlani. Ilyen kiemelt támogatási programunk például a kiemelt tanulmányi ösztöndíj, amelynek lényege, hogy egy szakon a legjobban teljesítő hallgató akár 100 000 forintos havi ösztöndíjban is részesülhet. Értelemszerűen ez egy hallgatót érint, a tanulmányi rangsor alapján van arra lehetőség, hogy akár több 10 000 forintos támogatásban is részesüljön valaki a teljesítménye. Különbséget teszünk-e államilag finanszírozott, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók között? Így van, az ösztöndíjek jelentős része a magyar állami ösztöndíjas képzésben tanulók számára nyitott, azonban mi gondolunk azokra is, akik önköltséges finanszírozási formában kezdik meg nálunk tanulmányaikat, ugye erre szolgál a közéleti tudományos ösztöndíj, amelyet a felvételi pontszám alapján ítélünk oda az arra érdemes hallgatóknak. Ugye ennek feltételei az, hogy minimálisan 300 pontos felvételi pontszámmal kell hozzánk érkezni, illetve hogy diákhitel 2-ből finanszírozza valaki a tanulmányait. Ez alapján a felvételi pontszámát 40-nel felszorozzuk, és így jön ki az a havi támogatási összeg, amit mi beiskolázási támogatásként fel tudunk kínálni. Osztályvezető úr, eddig a tanulmányi ösztöndíjakról beszélt főleg. Milyen szociális támogatásokban részesülhetnek még a hozzánk jelentkezők? Szociális alapú támogatás a kollégiumi elhelyezés például, amely egy objektív rendszeren alapulva biztosítja az arra rászorulóknak a kollégiumi ellátást, illetve a rendszeres szociális ösztöndíj támogatási rendszer is ez alapján működik. Az objektív rendszer egy szociális ponttal és kóddal látja el a pályázatokat, és ez alapján kerülnek ezek az ösztöndíjak meghatározásra. A támogatás egyéb formája lehet például a tehetséggondozás. Mit tudunk erről mondani a hozzánk jelentkezőknek?
kiemelt programunk az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő diákok támogatása, amely két elemből áll, az egyik a szociális támogatás, ahol az előbb emlegetett rendszeres szociális ösztöndíjon túlmenően kiemelt, garantált 25 ezer forintos támogatásban tudjuk részesíteni az IETP programban részt vett diákokat, így egy kicsit meghosszabbítva azt a figyelmet, amit ők megkaptak már középiskolás éveik alatt. Illetve a másik eleme a kollégiumi elhelyezés, amely finanszírozási formától függetlenül a képzés teljes ideje alatt igény szerint biztosítja számukra a kollégiumi elhelyezést. Beszéljünk egy kicsit a Hallgatói Szolgáltató Központról, és azokról a formákról, vagy azokról a témákról, amelyekhez fordulhatnak, amelyek esetén önökhöz fordulhatnak. A Hallgatói Szolgáltató Központ nagyon komplex, összetett feladatrendszerrel bír. Az kiinduló pontunk, az alap, az a tanácsadás, illetve az információnyújtás. Két irodában lehet minket elérni, a B épületben, illetve az Almagyar Domi Kollégium földszintjén, ahol az ügyfélfogadási rendnek megfelelően a hallgatók megtalálnak minket, és a szükséges információkhoz hozzájuthatnak. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it, curse, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you never quite know what that half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, tough nuts, trump tight every day. You're blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up now. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. Értékelitek a nyílt napot, mi az, amit megtudtatok, mi az, amire kíváncsiak voltatok? Hát, ami miatt igazából eljöttünk, az csak a csecsemő és gyermekgondozó miatt volt, de beültünk matek tanári képzésre Zsófi miatt, úgyhogy megnéztük még a csecsemő és gyermekgondozót, ennyi meg. Néztük a sulit. Legi itteni hallgatóként ajánlanad az LKF-et, és miért, hogyha igen? Hát a saját szakomat azt ajánlanám, mert a legjobb médiaképzés mondjuk az országban a színmű után, de hát oda bekerülni elég nehéz lenne, úgyhogy valószínűleg ezt ajánlanám minden médiástok, akik a tévében akarnak dolgozni, vagy akik csak filmet akarnak forgatni, úgyhogy igen. Látogattál el a nyílt napra. Érdekelt, hogy milyen szakokat lehet itt tanulni. Igen, főleg a kémia érdekel, és azonban is ugye kettő szakról kaptunk tájékoztatót, az általános kémia és a kémia osztatlan tanári képzésről. Van olyan egyéb szak, amit itt ismertél meg esetleg, és érdekel? Nem igazán engem tulajdonképpen ez a kettő érdekel, és erre is azért is jöttem el, hogy ezekről tudjak meg információkat. Szia, te hogy értékeled a mai napot? Sziasztok! Én egész pozitívan
mivel nekünk egész jó feladatunk volt, ma elég mozgékony volt, körbe kellett vezetni a jelentkezőket az egész város, és megmutatni nekik a kampuszon keresztül az összes nagyobb főbb épületet a főiskola keretein belül. Ami leginkább nagyon tetszett nekik az, hogy a Dombon elég sok minden van egy helyen, tehát a CDE épület folyamatosan ugye megközelítve egymástól, illetve hogy a kollégiumok elhelyezése is nagyon pozitív, hogy azoknak, akik ezekbe az épületekbe fognak járni, illetve olyan szakos hallgatók lesznek, akiknek az óráik nagy része ott lesz. Ez volt, ami leginkább olyan pozitív hatást, illetve eredményt érte nem csak a jelentkezőknél, de még a szülőknél is. Walls in store, but you know what you're here for. Close your eyes, lay yourself beside me. Az, amit itt láthatunk, nyilván az LKF-es pulcsik, pólók, kik tervezték ezeket, hogyan került kapcsolatba a U-Style a főiskolával, és mit kell tudnunk a U-Style-ról magáról? A U-Style egy egyetemi divatmárkát szeretne kialakítani, és ezzel növelve a főiskolához tartozó hallgatóknak az identitását, és ez nem titkolt célunk az, hogy a hallgatóitok az egyetemen, a bulikban és az utcán is hordják a termékeinket, ezt szeretnénk minden fegyvert bevetni. Tervezőink, egy tervezői csapat áll a hátunk mögött, akik nagy divatmárkáknak, magyar divatmárkáknak is terveznek, és az ő munkáikat láthatjátok a pólóinkon és pulcsikon. Milyen fórumokon vagytok elérhetőek? A U-Style.hu weboldalon per pillanat ez az egyik fórum, illetve a U-Style-nek van egy Facebook oldala, ahol ugyancsak elérhetők vagyunk, és tervezzük egyébként a főiskolára, a főiskola termékeit egy webshopon is értékesítenék nálatok. Mekkora az érdeklődés ezek iránt, a termékek iránt? Így az első nap után azt mondhatom, hogy átlagon felüli érdeklődést mutatnak a hallgatók. Úgy gondolom, hogy ez folyamatosan nőhet, így a termékeket, ha látják egymáson, egyre jobban nőhet ennek a híre, és reméljük, hogy itt is egy jó csapatot tudunk összehozni, és termékek elérik a céljukat. Amazing grace lost in a speed chase. My mind's a blur. Foxy ladies taste like the fur. Words occur. Reporters need more chance for terms to sell well. And excellence is just an expense. For what it's worth, it makes no sense. Living a lie under magnifying lens. It gets intense, so you promise yourself not to hate it but fade it, 'cause it really could be devastating. Revalue 80 is a game and you play it. You can say what you will, body always will be speculated. Turn the round so the truth's not found. Instead of your story, it's a new compound. You gotta live your life, you gotta find your own.